Ingyenes nyelvtanfolyam indul orosz, angol és magyar nyelven. A célcsoportot elsősorban Paksváros és környéke közintézményeiben dolgozó szakemberek, az erőmű magyar dolgozói alkotják, valamint a térségben munkavállalás céljából tartózkodó harmadik országból érkező állampolgárokból áll. Az erről szóló szerződést csütörtökön írta alá Szabó Péter Paks polgármestere és Dohár Péter a Dover Nyelvi Centrum Oktatási és Szolgáltató Kft. Ügyvezetője. Ezeket a képzéseket ugye 60 órás modulokban fogják megvalósítani. Ugye itt is azért, aki tanult már nyelveket, az tudja, hogy úgy fognak ezek megvalósulni, hogy kezdő, újrakezdő nyelvtudást fenntartó tananyagokat fognak kidolgozni, és a maga a képzés is ilyen tematikában fog megvalósítani. Az egyes kurzusok beosztásában ugye kétféle lehetőség lesz, a normál, ez a heti 4 órás, illetve az intenzív, ez a heti 12 órás beosztás lesz elérhető. Egy csoport létszáma akár 12 fő is lehet, alapvetően jelenléti oktatással fognak elindulni a kurzusok, de ha az aktuális járványhelyzet miatt szükséges lesz, az órák 50%-a online is megtartható, emelte ki Szabó Péter polgármester. A nyelvi képzés során ugye a 21. századnak megfelelően, illetve ugye a mai igényeknek megfelelően arra fog majd helyeződni a hangsúly, hogy alapvetően ezeket a nyelveket használni tudják akik elvégzik ezeket a tanfolyamokat, tehát az élő nyelvi kommunikációra épül, beszédkészségre fog épülni, illetve a szövegértésre, hallás utáni szövegértésre. Úgyhogy ebben is én azt gondolom, hogy alkalmazkodunk a 21. században már elvárható igényekhez, és amit még szeretnék kiemelni, hogy ezeken a képzéseken összesen mintegy 700 fő részvételére van lehetőség. Dohár Péter, a Dover Nyelvi Centrum Oktatási és Szolgáltató Kft. Ügyvezetője azt mondta, megközelítőleg 30 éves az iskolájuk, de már a 70-es évek óta foglalkoznak nyelvi képzések szervezésével. Amikor elkezdődik a képzés, akkor fog majd kiderülni, hogy pontosan kiknek, milyen szinten fogjuk tartani, ez van egy szintfelmérés, ami után beosztjuk a csoportokat. Ezek ilyen operatív kérdések. Nálunk 6 ember fog ezzel foglalkozni a mi iskolánkban Budapesten, de ezen kívül Pakson is kapcsolatban vagyunk egy képzésszervezővel, és Szekszárdon is egy képzésszervezővel, tehát biztos, hogy nagyon oda fogunk figyelni minden egyes mozdulatra, és pontosan, szigorúan betartjuk azokat a szabályokat, amiket a közbeszerzési eljárás előírt nekünk. A kurzusok legkésőbb március elején elindulnak, és 2022. november 30-ával zárulnak. A képzés a Belügyminisztérium és az Európai Unió által társfinanszírozott MMIA nyitott paks elnevezésű projekt keretében valósul meg.